Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk sportszelekció műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Hazaérkeztek a nápolyi univerziádéról a nyíregyházi sportolók. Két egynapos nemzetközi kerékpárversenyt rendeznek a megyében. A mezőny első felében szeretne végezni a kisvárdai futballcsapat. 120 egyesület adta le nevezését a megyei futballbajnokságokba. A 3x3-as Európa-bajnokságra készül a nyíregyházi Mohácsi Máté. Hazaérkeztek a nápolyi univerziádéról a nyíregyházi sportolók. Tóth Dalma és Tóth Ruzsina tagja volt a negyedik helyen végző női röplabda válogatottnak, Szikszai Róbert az ötödik helyen zárt diszkoszvetésben, az úszó Szurovcsák Ivett pedig 50 és 100 méter mellen képviselte a magyar színeket. Nyilván a meccs után, amit a japánok ellen játszottunk, kicsit szomorkás volt a hangulatom, de azóta már átértékeltem ezt a dolgot, és úgy gondolom, hogy azért egy negyedik hely, egy ilyen szintű szervezés, meg egy ilyen univerziádén, olyan csapatok ellen játszva, szerintem ez egy nagyon, nagyon jó helyezés, amit nyújtani tudtunk. 6000 versenyző, rengeteg kísérő, média, milyen volt maga az univerziádén? Ugye a csoportmérkőzéseinket még sajnos nem közvetítette tévé vagy bármiféle média, úgyhogy azok inkább ilyen csapat szurkoló tábor volt, de azokat is tényleg azok is nagyon felejthetetlenek voltak. A döntőbe jutásért, meg a döntőt azt már nagyon sok néző kijött, meg főleg az olaszok elleni mérkőzésünkre is nagyon sok néző kijött, és hát azok felejthetetlen élményt okoztak, és nagyon, nagyon jó mérkőzéseket játszottunk ellenük. A meccseken kívül mire jutott még idő? Hál' Istennek az utolsó 3 napot a záró ünnepséggel együtt még ott tudtuk tölteni, és meg tudtuk látogatni Positánót hajóval, meg Nápolyba is be tudtunk menni. Ajánlani tudom, mert nagyon, nagyon szép város mind a kettő, és nagyon sok olyan érdekesség van, amit érdemes megnézni. Rád nem pihenő vár, pontosabban egy rövid pihenő, hiszen az Európa-bajnokságra készülő válogatott már elkezdte a felkészülés, mikor csatlakozol a csapathoz. Most kaptam egy bő 1 hét pihenőt, addig nyilván pihenni szeretnék, és anya szüleimmel lenni, meg a családdal. Utána pedig 100%-kal készülni az Európa-bajnokságra, és azért, hogy bekerüljek a csapatba. 2 éve bronzérmet szerezi az univerziádén, most milyen formában, milyen célokkal utaztál Nápolyba? Az előzetes ranglista 4. helyen álltam, és úgy gondoltam, hogy ha egy 62-63 méter dobok, akkor a dobogót meg lehet csípni. Ugye 63 méter kellett, tehát ez bebizonyosodott. Ugye nekem 61-51 sikerült, és az 5. helyhez volt most elég. Neked nem volt újdonság egy világverseny légköre, ez a mostani univerziádi milyen színvonalú volt? Szervezésben is nagyon jó volt. 2 évvel ezelőtt annyiban volt jobb, hogy az egész magyar csapat együtt volt a szálláson, együtt tudtunk egymásnak szurkolni, itt annyira szét voltunk szorva, hogy annyira nem tudtuk egymás meccseit se nézni sem, tehát igazából itt mindenki magára volt utalva, saját kis csapatára. Úgyhogy, de a szervezők mindent megtettek, és nagyon jó versenyt szerveztek. Az atlétika a főverseny az idén a világbajnokság, ugye 65 méter a kvalifikációs szint. Mennyi esélyt látsz arra, hogy ezt megdob, mennyi lehetőséged lesz rá? Hát még elég sok szerintem. Én ha jól számoltam, még egy 10 versenyen biztos, hogy van. És ugye mivel nem muszáj teljesíteni a szintet, hanem a ranglista alapján is ki lehet kerülni. Úgyhogy most nagy szerepe lesz a menedzsereknek, hogy milyen versenyre tudnak betenni, mert ugye minden magasabb kvalifikációs verseny van annál, például egy kisebb eredményű sokkal többet ér, mint egy itthoni versenyem. 50 és 100 méter mellen képviselted a magyar címeket Nápolyba, milyen reményekkel utaztál annak tükrében, hogy a magyar úszósport erejét ismerve már az sem lehetett egyszerű, hogy bekerülj a csapatba. A 2 évvel ezelőtti időket nézve a legjobb eredményem akkor 3. helyezést ért volna, most sajnos ez döntőhöz se volt elég. Abban a reményekben kicsit
bízva utaztam, hogy mind a két számomba tudok döntőt úszni, viszont amikor megláttam a nevezési időket, illetve hogy kik jönnek a versenyre és milyen időkkel vannak nevezve, akkor úgy egy kicsit megijedtem, és akkor jöttem rá, hogy tényleg délelőtt is nagyon keményen kell lesz úszni, tehát a legjobb időmet meg kell úszni ahhoz, hogy délután döntőbe tudjak jutni. Sajnos ez 100 méter mellúszásban nem sikerült, mondjuk ott a versenyszám előtt volt is egy kis technikai hiba, tehát egy 15 percet álltunk ott a közvetlenül a rajt előtt, és úgy ott elmondható, hogy az egész futam egy kicsit rosszabbul teljesített, viszont az 50 merre való felkészülésem ott volt még 4 napom, hogy tudjak egy kicsit edzeni, illetve hogy csak arra tudjak átállni. Szerencsére ott 6-án az edző Murbin Tamás is kiutazott, ami nagyon-nagyon sokat segített nekem abba, hogy együtt tudtunk készülni, és tényleg úgymond fejbe is helyre tudott rakni. Ez az 50 mellen délelőtt látszott is, tehát nagyon jó időt úsztam, sikerült bejutnom a döntőre, viszont ott egy kicsit elmaradtam a legjobbamtól, így nem sikerült olyan időt úsznom, amit szerettem volna, vagy kitűztem magamnak célul. Összességében milyen érzéseket érti haza Nápolyból, hiszen volt egy 120 magyar csapat, azon kívül pedig még 5900 versenyző. Összességében nekem ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy sikerült kijutnom úgymond egy nemzetközi versenyre. Nagyon jó tapasztalatszerzés volt, és nagyon nagy erőt ad a következőkre, illetve hogy a jövő évi Európa-bajnokságra, amit ugye itthon rendez Budapest, hogy oda kijussak, és úgymond nagyobb rutinnal tudjak részt venni. Két egynapos nemzetközi kerékpárversenyt rendezek a hétvégén a megyében. A V4-es sorozatban szombaton Vásárosnamény és Nyíregyháza között, vasárnap pedig Vásárosnamény és Ibrány között tekernek majd a versenyzők. Ez egy nemzetközi 1.2-es besorolású verseny, és kontinentális csapatok, prokontinentális csapatok. Prokontinentális csapatokról tudni kell, hogy ők szabadkártyával tudnak indulni már World Tour versenyeken, amit ugye a tévénézők az Eurosportból ismerhetnek, illetve nemzeti válogatottak, valamint klubcsapatok is rajta állhatnak. Itt azért tudni kell, hogy szigorúan olyan kerékpárversenyzőkről van szó, egytől egyik, akinek komoly nemzetközi tapasztalata van versenyzésben. Mekkora előkészületet igényelt ez a verseny, mekkora logisztikai munkát jelent a lebonyolítása? Egy ilyen szintű versenyről azt kell tudni, hogy a Nemzetközi Szövetség felé nekünk 10 hónappal előtte le kell adni az időpontot, az útvonalat. Tehát onnantól kezdve gyakorlatilag folyamatos munka, de az utolsó 2-3 hónapban 10-15 ember számára napi 8 óra előkészület munka. A végső kiteljesedési fázisban, ugye a verseny előtti időszakban, illetve a lebonyolítási időszakában, hogyha a versenyzőket nem számoljuk, mert ugye ők természetesen ők végzik a legnagyobb munkát, de a versenyzőkön kívül egy olyan 6-800 ezer embernek a munkája rejlik benne. Világranglista pontokat, olimpiai kvalifikációs pontokat lehet szerezni, ez mit jelent a verseny szempontjából? Gyakorlatilag ez emeli a rangját. Tehát a Nemzetközi Szövetség akkor ad lehetőséget egy versenyszervezőnek olyan verseny lebonyolítására, ahol pontot lehet szerezni, hogyha megfelel a feltételeknek. Ezeknek a feltételeknek nem könnyű, de meg lehet felelni. A versenyzőkről meg tudni kell, hogy lökhet fel például akármilyen pénzdíjat egy szervező, nem fogja érdekelni őket, viszont hogyha egy kvalifikációs pontot lehet szerezni, és nem is keveset olimpiára vagy VB-re, akkor gyakorlatilag túljelentkezés van, tolonganak, tehát úgy kell szelektálni a csapatok közül, hogy kinek a nevezését fogadjuk be. Itt a csapatoknak a nevezése, azt ugye hónapok előtte jelezni kell, tehát ez nem az a szintű verseny, ahol előtte két nappal odaballagok és szépen benevezek. Itt a csapatoknak hónapokkal a verseny előtt jelezni kell részvételüket, 6 versenyző, 3 tartalékkal, tartalékon belül cserélhetnek. Itt elég szigorú szabályok és feltételek vannak, de ugye ezeknek a kluboknak és ezeknek a klubok csapatigazgatóinak megvan ebbe a rutinjuk. Mind a két napon érintem ez Nyíregyházát, sőt szombaton egy közel 5 kilométeres körön több kört is megteszek. A versenyzők, mit tanácsolsz a nézőknek, az érdeklődőknek, mikor foglalják el a helyüket? Én a nézőknek mindenképpen azt javasolom, hogy a Zrínyona utcán felállított célterületen
ott lesz a leglátványosabb az elhaladás, de gyakorlatilag bent a városi körön mindenhol látványos lesz. A konvoj, a szervezők mi megengedtük, hogy a konvoj végigkísérje a körpályán a mezőnyt, nem szedjük ki őket az első körbe. A konvojról tudni kell, hogy egy 180-100 gépjárműből álló konvoj, tehát itt a körözés alatt ezért nem is fogjuk feloldani egy-egy elhaladás után a zárat, mert ugye egy másfél-két kilométer hosszú konvojról van szó, amelyik 60-70 km per órával halad, tehát mire a vége elment, jön az eleje. De mindenhol látványos lesz, de én azt az Zrínyedna utcán a célterületnél javasolnám a megtekintést. És mindenkitől türelmet kérek. Tehát ahogy a mezőny megérkezik Kemecsére, ugye abból az irányból fog bejönni, onnan egy 20 perc alatt ők beesnek Nyíregyházára, úgymond. Nekünk előtte a városban lévő beérkezés előtt nekünk egy 20-25-30 perccel már nekünk zárni kell a pályát, mert kordonozni kell, ugye fel kell építeni azokat a kordonozott lezárt területeket a kereszteződésbe, amit ugye meg kell tennünk. Időpontot nem említettünk, nagyjából hány órára várható a mezőny Nyíregyházára szombaton? Ezt nehéz megjósolni, mert ugye 12 óra 30 perckor van a rajtvásáros neményből, és utána gyakorlatilag egy 150 km megtétele után érkeznek Nyíregyházára. Nehéz kiszámolni, hogy most 40-nel fognak végigszüttyögni, vagy begombolnak és lerohanják a távot 50 km per órával, de én azt mondom, hogy egy olyan negyed-négy, fél négy körül meg fognak érkezni Nyíregyházára, és előtte ugye természetesen egy ilyen 20-25 perccel már az útzár lesz. Ugye 4,7 km a kör, mennek 4,5 kört, ez ugye 22-23 km, amit bent a városban fognak megtenni. Itt a tempó egy olyan 60-70 km per óra lesz, tehát nem fogják sokáig húzni. A Gyeckés Rally után egy újabb nemzetközi elismert sportág, nemzetközi versenynek adott otthont Nyíregyháza, megyeszékhely. Mi a jelentősége egy ilyen versenynek a város turisztikai, a város marketing szempontjából? Mindenképpen az, hogy ugye itt Nyíregyházán van már 71 km kerékpárút, és a nyíregyháziak nagy része szeret kerékpározni. Ugye vannak félprofi vagy amatőr versenyek, vagy lehetőségek arra, hogy a családok, vagy egyéni vállalkozó szellemű hölgyek és urak kerékpározzanak. A profi verseny az más technikai feltételeket kíván a város szempontjából, azért fontos ez, mert ennek egy hatalmas turisztikai és imázsnövelő szerepe lehet, ráadásul úgy, hogy szeretnénk, hogyha jól sikerülnek ezek a versenyek, ezek a kerékpáros versenyek, jövőre kandidálni egy komolyabb, több főt megmozgató ifjúsági világkupára. Azért fontosak ezek a technikai sporták, mert ezek látványosak. Itt most ugye 18 országból 150 versenyző lesz itt, akik profik és komoly olimpiai és világbajnoki kvótáért küzdenek. Nyíregyházának fontos az, hogy az itt lévő kisegítők, ami kb. 500 főt fog jelenteni, lássák a városunkat, lássák azt, hogy mennyire fejlődünk, mennyire szép környezetben vagyunk, ahol kerékpározni is, 40 km sebességgel is érdemes elmenni. Úgyhogy vannak ilyen jellegű terveink, és ezeknek a terveinknek egy fontos állomása ez a szombati V4-es futam. A mezőny első felében szeretne végezni a bajnokságban a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila sportigazgató szerint az alapcsapatot sikerült egyben tartani, és az új igazolásokkal kiegészülve a tavalyinál merészebb célokat tűzhetnek ki. Egy évvel ezelőtti felkészülési szezon és a mostani közt hatalmas különbség van. Visszaemlékezve az akkori hektikus időszakra, amikor naponta jöttek az új játékosok, úgy csatlakoztak be a keretbe, hogy nem tudtuk, mire képesek fizikailag, és hát a játékostársak tulajdonképpen még akkor egymást méregették, mérték fel az erősségét, a gyengeségeket, a hierarchikus rendben hol fognak elhelyezkedni, tehát az egy nagyon más időszak volt. A mostani pedig már egy új világnak a folytatása, ugye nagyon nagy csodaként tartom számon, hogy sikerült bennmaradnunk, ráadásul a tavaszi szezonunk az azért nem akármilyen sikerült. A tavaszi harmadik helyezünk, illetve a második legnagyobb gólkülönbségű csapatként teljesen megérdemelt bennmaradás után. Az volt az elsődleges feladat, hogy bent adjuk a csapatba a csapat magját, és azok a játékosok, akik sokat tettek a sikerért, azok új szerződést kapassanak, vagy
ha esetleg sikerül őket eladni, akkor értékesítésük után hasonló játékosokat, hasonló tudásot hozunk. Egyelőre értékesíteni nem sikerült. A Siófok kölcsönjátéka után az Izing Martint megvásárolta, ő távozott oda. A többi játékos pedig az terv szerinti, illetve a Vári Barna esetében más volt, mert ő kért a távozását. A többi játékos pedig az vagy lejárt szerződésű volt, és már nem hosszabbítottunk vele, vagy pedig mi nem akartunk vele. Azt gondolom, hogy a jelenlegi keretünk az elsősorban egy picit a magyarosítás útjára lépett, és mutatja, hogy elment 7 játékos, ebből volt 4-5 külföldi játékos, és hoztunk eddig 4-et, akik csak magyarok. Még egy játékosnak helye van a keretben, de még szeretnénk is engedni a keretből, úgyhogy végső soron lesz még változásunk, de augusztus 31-ig még ráérünk, nem kell kapkodnunk, mert az alapcsapatunk teljes mértékben megvan. A jelenlegi játékosok elsősorban most a fizikai terhelésnek vannak kitéve, még a tokformáról nem beszéltünk. Az viszont látszik, hogy a megfelelő minőségünk megvan most is, megvan a stabilitásunk, egy picit másabb a stílusunk most, mint a tavalyi időszakban volt, véleményem szerint még ez finomodni fog, és úgy érzem, hogy azok a fiatalok, a Szőr Levente, a Kovács Réti, az Elek Ádám, akik már most teljes mértékben velünk készülnek, azok ebben az évben be is fognak mutatkozni az NB1-ben, és elmondhatjuk magunkról, hogy a saját utánpótlásunkban már megindult a fölfelé áramoltatás, megindult az a folyamat, amelyet hosszabb távon szeretnénk fönntartani, és meg is fogunk tudni valósítani, mert a lentébb lévő játékosok már sorba kopogtatnak, folyamatosan beszélgetünk velük, adjuk nekik majd a profi szerződést, és hát én bízom benne, hogy egy olyan alapnak a lerakása történik most, amely hosszú távon meghatározza a klubnak az életét. Egy év NB1-es rutinnal, a Kisvárda megismerte az NB1-et, az NB1 megismerte a Kisvárdát, lehet-e merészebb célokat kitűzni a tavalyi biztos bemaradás kiharcolásánál? Én úgy érzem, hogy attól többek vagyunk már, hogy csak a bemaradás tűzzük ki célul. Van nem titkolt vágyunk, az az első 5-6 helyezés, még adott esetben a 4 is, úgy érzem. Természetesen az NB1-ben minden előfordulhat. Az a véleményem, hogy az új csapatok, akik az Allegerszeg, Kaposvárig most följutottak, nekik még azért meg kell szokni majd, és addigra nekünk sikerül az elején annyi pontot gyűjtenünk, hogy stabilizáljuk, és megnyugodva tudjunk folytatni egy sorozatot, vagy egy első szakaszt a versenysorozatban. És én azt látom, hogy a többi csapat pedig a pillanatnyi formájának köszönheti majd a helyezését, a győzelmét. Szeretnénk több győzelmet szerezni, mint tavaly, és hazai pályán mindenképpen eredményesebbek szeretnénk lenni. 120 csapat adta le nevezését a megyei futballbajnokságukba. A 16 megyei első osztályú együttes mellett a másodosztályban 48 csapat szerepel, míg a harmadosztályra 56 csapat nevezett. Az elmúlt évek legnagyobb mezőnyével vágunk neki. Ennek a szezonnak 120 csapat adta be a nevezését. Ez azt jelenti, hogy ha mind a 120 csapat el is indul az augusztusi rajton, akkor az pontosan 5-tel lesz több, mint a 2018-19-es szezonban. Egy megye egyes csoport, ahogy az szokott lenni, 3 megye 2-es és 4 megye 3-as csoportunk lesz, és mindenféleképpen örömteli hír, hogy olyan településeken is újraindult a futball, ahol hosszú évekig nem volt, például gondolok itt Porcsalmára vagy Érpatakra, ismét van csapatuk, illetve Gávavencs, Záhony és Csengerújfalu is pár év szünet után ismét benevezett, illetve 2-es számú csapatokat is indít a Vaja, a Nagyhalász vagy éppen a Nyíregyháza Spartacus FC. A megyei első osztály ugye egy csoport, viszont a másodosztály 3 csoport és a harmadosztályban is több csoport van. Milyen elvek alapján osztjátok be a csapatokat? A megye másod és harmadosztályban mindenféleképpen a területi elv, ami meghatározó, tehát ez azt jelenti, hogy a megye 2 vagy 48 csapat szerzett jogot, 3x16 csapat, és ilyen esetben mindig a térképet elővesszük, a megyei térképet, és értelem szerűen az utazási távolságok csak, ami kizárólag meghatározzák ezt. Ezért fordulhat elő, hogy például az elmúlt években a középső csoportban szereplő Kék most a nyíregyházi csoportba, a Pannonia ZRT csoportba került, de ők mindig így hol itt, hol ott vannak, hiszen vannak olyan települések, ahol ilyen csoportszélén vannak. A megye 3-ban is lesz olyan együttes, aki most nem abban a csoportban fog bekerülni, mint tavaly, de ez is a célját szolgálja, hiszen kevesebbet kell majd utaznia. A Nyíregyháza Spartacus hosszabb idő után ismét indít fiók csapatot. Ez a csapat hova kap besorolást, és mi a helyzet Nyírbátorral, ahol megszűnt a magasabb szintű futball, de gondolom nem marad labdarúgás nélkül a település. A Nyírbátorban egy új futballegyesületet hoztak létre, az arra jogosultak, hiszen az elmúlt években szereplő egyesületet már nem tudták megmenteni, így ők is legalugról kezdik a megye 3-ból, ők a megye 3 nyírs
nehézség csoportjába kerülnek besorolásra, hiszen a Nyírbátor és környéki csapatok oda kapnak besorolást, a Nyíregyháza pedig a megye három szabós csoportba, hiszen szintén a területi alapon ide kell őket tenni, és itt is fontos megemlíteni, hogy a MB2-ben szereplő felnőtt csapat tartalék csapata nem kaphat máshol besorolást, csak a legalsóbb osztályba. Ugye a Kisvárdának, mint MB1-es csapatnak van joga és lehetősége ahhoz, hogy a tartalék csapatot a megye élvonalba indítsa, ezzel tavaly éltek is, bent is maradt a Kisvárda 2 továbbra is lesz megye 1-be, az MB2-es felnőtt csapatnak viszont erre nincs lehetősége, így a Nyíregyháza Spartacus 2-t is a legalacsonyabb a megye 3-as osztályba kellett besorolnunk. Melyek a fix kezdési időpontok, ugye nem csak a bajnoki küzdelmekről, hanem a Magyar Kupa megyei selejtezőiről is szó van. A megyei futball, ami a 2019-20-at illeti, augusztus első hétvégén, 3.-4-én fog indulni, méghozzá a Magyar Kupa első fordulójával. 20 csapat adta be a nevezését, még nem tudjuk, hogy mennyit kell feladnunk az országos főtáblára, ettől függő természetesen az első fordulóban hány kiemelt lesz és hányan kell majd, hogy pályára lépjenek, ezt időben meg fogják tudni a csapatok, de biztos, hogy az első forduló játéknapja augusztus 3-4-e lesz. A bajnokságok pedig a megye 1, megye másodosztályú felnőtt bajnokságok az augusztus 10-11-i hétvégén fognak indulni, az elmúlt években is hasonlóan mindig augusztus 2. hétvégén kezdtük. Ezt szerintem hosszú évek alatt ez most már a csapatok, az játékosok, az edzők is ehhez hozzászokhattak, ennek megfelelően kezdték el a napok a felkészülést az együtteseink. Megnyílt az átigazolási piac, tart az átigazolási időszak, meddig és milyen a mozgás? Az átigazolás attól nem változott, hogy július 1-én indult, és augusztus 31-én fejeződik be, viszont abban van változás, hogy az elmúlt évektől eltérően a Magyar Labdarúgó Szövetség az amatőr felnőtt játékosokra a szabad átigazolási határidőt egy kicsit meghúzta. Ez azt jelenti, hogy csak és kizárólag július 20-áig igazolhatnak a megyei amatőr labdarúgók úgy, hogy nem kell az átadóklub engedélye hozzá. Július 21-től már nincs szabad átigazolás, hanem az átadóklubnak engedélyt kell úgymond kérni az átvevőnek, hogy át tudja igazolni. Ez azért jó, ez talán a csapatoknak, az edzőknek mindenféleképpen jó, mert az azt jelenti, hogy augusztus 20-a után már csak akkor mehet el játékosa, hogyha ő is beleegyezik, tehát igazából már addigra kialakulhat az a keret, akivel és akikkel dolgozni akar egy edző. Nem lehet az, most nem fordult elő, hogy július 28-29-30-án lerabolják. Hazai környezetben Nyíregyházán tölti szabadságát Mohácsi Máté. A kosaras az oroszlánnyal feljutott az NB1 átcsoportjába, augusztus végén pedig a debreceni 3x3-as Európa-bajnokságon képviseli majd a magyar színeket. Összességében azt nézem, hogy sikerült elérnünk a célt, akkor mindenképpen egy jó döntés volt. Rengeteg új tapasztalatot gyűjtöttem egyébként ezzel a B-csoportos divízióval. Azt gondolom, hogy egyébként egy nagyon jó kihívás volt tényleg, amit sikerült teljesíteni, de lehetett fejlődni is, tehát nem az volt, hogy az ember visszaesett, vagy a teljesítménye visszaesett, mert tényleg minden meccsel a győzelmi kényszerben játszottunk, minden meccsnek komoly tétje volt, a rájátszás ugye még inkább, úgyhogy nagyon sokat lehetett egyébként fejlődni, úgyhogy azt gondolom, hogy abszolút megérte ez a váltás, és hát az élet igazolta magát, hiszen sikerült feljutnunk. A Nyíregyháza is ebben a csoportban már, mint a NBB piros csoportjában szerepel, sőt bejutott az oroszlányhoz hasonlóan a legjobb négy közében, ott elkerült egymást a két csapat. Milyen erősségű volt ez a bajnokság? Sokan mondták már ezt előttem, hogy minden évben ez a minden idők legerősebb B-csoportja. Ez az utóbbi három évben szerintem tényleg tendenciózusan növekszik az ereje. Egyre több A-csoportos játékos igazol B-csoportba. A több játék lehetőség reményében, illetve hát tényleg a nagyobb kihívás reményében. Úgyhogy azt gondolom, hogy valóban ez az év ez nagyon erősre sikerült minden téren, tehát főleg ez a négy csapat kiemelkedő játékerőt képviselt. A Veszprém, a MAFC, a Nyíregyháza, illetve az oroszlányi gárda. Úgyhogy azt gondolom, hogy végül is igazságos eredmény született a mi feljutásunkkal, mert nagyon sok munkát rakott bele a csapat, és azt gondolom, hogy az edzés minősége is átcsoportos volt, de tényleg azt gondolom, hogy ez egy jó bajnokság volt. Oroszlányban komoly tradíciói vannak a élvonalbeli kosárlabdának, most milyen a várakozás? Lassan 30 éve, hogy az utolsó átcsoportos csapat volt oroszlányban, tehát tényleg egy ilyen fiesta tört ki, miután megnyertük a bajnokságot, 2-3 napos ünneplés, illetve mindenki szinte fel se tudta fogni, hogy ez megtörtént. De hát azóta természetesen az építkezésé a főszerep, tehát azóta ugye már légiósokat is jelentett be a klub, azt gondolom, hogy megvan a 4 légiósunk, akkor akikkel nekivágunk az évnek. Történtek magyar igazolások, tehát látva a keretet, illetve az ellenfeleknek az erősítését, természetesen nem lesz könnyű, de azt gondolom, hogy reálisan simán meg lehet azt célozni, hogy egyeneságon maradjon bent a csapat a jövő évi bajnokságban. Mint a legrutinosabb magyar játékosnak a csapatban rád milyen szerep árulhat? Amennyire tudom, illetve hát úgy is írtam alá a szerződésemet, hogy még évelején, hogy
ugye, hogyha megnyerjük a másodosztályt, akkor maradok még egy évet. Én azt gondolom, hogy kulcsemberként tekintenek rám. A jövőre természetesen lesz egy ilyen szabály, ugye, hogy a magyar játékosnak pályán kell tölteni egy teljes mérkőzés az alapszakaszban. Természetesen erre nem csak én vagyok egyedül, hanem vannak mellettem játékostársaim, de ahogy látom, azért biztosan kulcs szerepet szánnak nekem. Nem csak az 5 elleni játékban, hanem a 3-3 elleni játékban is válnak rá feladatok, hiszen Debrecenben Európa-bajnokságot rendezek augusztus végén. Hogy álltak a felkészüléssel? Kicsit más volt ez a nyár, miután ugye mi vagyunk a rendező ország, ezért nem kellett selejteznünk, tehát kimaradt úgymond a júniusi selejtező. Ettől függetlenül volt egy hónapos összetartásunk, illetve voltak tornák, ahol játszottunk. Csirke Ferenc edző próbálja összerakni azt a négyest, azt az adott 4 játékost, aki a legjobban tud szerepelni. Tehát még végleges keretről nem tudok beszámolni, de augusztus 30-31-e, illetve szeptember 1-e között van Debrecenben a hazai rendezés Európa-bajnokság, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jó értékmérő lesz, és nagyon jó érzés lesz játszani azért több mint 1000 ember előtt a debreceni főtéren. Erre készülünk augusztusban még 2 hetet, és neki megyünk az adott ellenfélnek. A 3x3 elleni kosárlabdát lesz a jövő évi tokiói olimpia műsorán is. Mennyire kezeli kiemelten a szövetség ezt a szakágat? Azt gondolom, hogy évről évre egyre kiemeltebben. Ugye a női szakág sikerén felbuzdulva egyébként mi is azt gondolom, hogy ugyanazt a támogatást megkapjuk a szövetségtől. Egy picit azért nehezebb a helyzetünk, sokkal több ország csinálja, sokkal nagyobb a verseny a férfi szakágban, de megvan az esélyünk jutni az olimpiára. Lesz egy legjobb tudomásom szerint egy 6 csapatos selejtező jövő év májusában, ahonnan egy csapat egyeneságon kvalifikálja magát a 2020-as tokiói olimpiára, úgyhogy az a selejtező, ahol lehet esélyünk. Ellenfelekről még nem tudok beszámolni, de azt gondolom, hogy van realitás annak, hogy ott legyünk. Most itthon töltöd a pihenődet Nyíregyházán, hogyan telnek a napok? Hát igazából 2 hét teljes pihenőm volt, ami nem telt sporttal, kosárlabdával. Ugye május végéig tartott a bajnokság, utána volt egy hónap összetartás 3x3-mal, és illetve ezt a július első 2 hetét vettem ki, vagy kaptam meg szabadságnak. Mától indul a munka, úgyhogy megkaptuk az oroszlánytól ugye a programot, amit el kell végezni ilyenkor, és akkor napi szinten foglalkozni kell az embernek ezzel. Úgyhogy még 2-3 hetet itthon vagyok, megcsinálom az egyéni dolgokat, és augusztus 5-ével kezdődik az oroszlányi felkészülés. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!